Csütörtökön tartja 44. rendesülését Szabadka város képviselő testülete, amelyen összesen 9 napi rendi pont szerepel. Egyrészt módosítani fogjuk a város alapszabályát, de most csak a kezdeményezésről döntünk, és várhatóan az áprilisi ülésen fogjuk módosítani a városnak az alapszabályát. Ez mindösszesen egy apró részre vonatkozik a város alapszabályában, ugyanis a törvénnyel hangoljuk össze a város statútumát, a honvédelmi törvénnyel. Éppen ezért nincs szükség arra, hogy közvitát bonyolítsunk le, hiszen ez a munkafeladat kizárólag arra vonatkozik, hogy az alacsonyabb rendű jogszabályt, a statútumot összhangba hozzuk az országos törvénnyel. Ebben a mandátumban módosítottuk már a statútumot egyszer, amikor a bonyolult nyelvet vezettük be hivatalos használatba, akkor közvita megtartására is szükség volt, és meg is tartottuk a közvitát. Ez azonban egy jogtechnikai kérdés mindösszesen. Emellett határozatot hozunk arról, hogy Petőfi Sándor mellszobrot avatunk Királyhalmon, március 15-e környékén, nagy költünk születésének 200. évfordulója alkalmából. 3 Petőfi szobor avatására sor került már a tavalyi év nyarán, Hullám Kishegyesen, illetve Törökfalóban, Adaközség területén. Most pedig Királyhalmon a Petőfi Sándorról elnevezett általános iskola udvarában fog sor kerülni Petőfi Sándor mellszobrának a felavatására. A városi képviselőtestületnek kell határozatot hozni minden szoborállításról, és azt megelőzően 2 köztársasági minisztériumnak is jóváhagyást kell adnia. Ezeket a jóváhagyásokat megkaptuk, egyrészt az ország kulturális minisztériumától, másrészt pedig a munkaügyi minisztériumtól. Emellett elfogadjuk Szabadka város idegenforgalmi szervezetének a működési tervét az idejére vonatkozóan, valamint az Expecto Vitali Higiéni Alapítvány működési tervét. Ezen kívül pedig a város környezetvédelmi költségvetésének pénzalapja is napirenden fog szerepelni, konkrétan ennek a pénzalapnak a felhasználási módozatai, pályázatok kiírására fog sor kerülni természetesen, ahogy ez minden évben történik. A város ebben az esztendőben 187 millió dinárral rendelkezik, amelyet pályázatok útján fog szétosztani. A környezetvédelemre vonatkozóan ez valamivel több mint 3 millió dinárral több, mint a tavalyi évben volt. Ezen kívül pedig egy személy jellegű kérdésről is határozunk majd a VKT ülésén, ugyanis a Városi Múzeum egyik igazgatóbizottsági tagja lemondott, mert másik tisztségre távozott, ezt is jóvá kell hagyni a Városi Képviselő Testületnek, tehát ez a 9 pont szerepel majd a csütörtöki 44. ülésünknek a napirendjén. Vannak kérdés? Nincs semmi. Akkor köszönöm szépen, Valéria.